transzparensekkel fogadták Gyurcsány Ferencet csütörtök délután a Sliver rendezvényközpont előtt. A Jobbik aktivistái már az utcán várták a demokratikus koalíció elnökét. Néhányan az épületbe is bejutottak, őket a szervezők próbálták rendre utasítani, majd a rendőrök is megérkeztek a helyszínre. Felháborítónak találtuk egyébként, hogy még ez a Gyurcsány Ferenc, aki ugye kilövette az emberek szemét 2006-ban, mondani szinte terrorizmust hajtott végre saját népe ellen, hiszen rátámadt 2006-ban ugye a megemlékező tömegekre, az mi szerintünk felháborító, hogy itt tartott lakossági fórumot. De a kiskertemből hoztam, ami volt virág. Köszönöm, drága. Míg az épület előtt és a folyósón a rendőrök igazoltattak, addig a teremben tapssal és virággal várták a volt miniszterelnököt. Legyenek büszkék, hogy Magyarország legnemzeti pártja iránt érdeklődnek, hogy azt támogatják. A demokratikus koalíció szerte az országban tart lakossági fórumokat. Gyurcsány Ferenc elmondta, az elmúlt években Magyarország elfáradt, egy rossz hangulatú ország lett, és az embereken is látszik az elkeseredettség. Sok mindent meg kell beszélni. Az emberek tele vannak panasszal, de tudom, hogy tele volt a korábban is, tehát ezt nem akarom csak ennek a kormánynak a számlájára írni. Azok, akik arra vállalkoznak, hogy vezetik az országot, azoknak egy ilyen szituációban szerintem nem lehet mást csinálni, mint megpróbálni sokakkal találkozni, és közösen végig gondolni, hogy hogyan lehet kicsit másképp csinálni ezt. Én is erre törekszem. A rendezvény rendbontás nélkül lezajlott.